mindenkit, akkor és egy ilyen rendhagyó bemutató lesz. Ezt a színes tévét fogom bemutatni. Majd ez egy ilyen hirtelen jött vlog, ötlet volt, hogy itt van ez a tévé, akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről. Ez egy ilyen régi Samsung színes tévé, 1988-ban Bécsből hozattuk be annó. Ez még a Kódai Olimpia idején volt, mert hogy akkor mondták azt, hogy a szülők, hogy azt már színesbe kéne megnézni. Hát ez egy ilyen tipikus, tehát még első színes tévénk is volt. Ugye van itt neki egy valami, hát mondjuk ebből aztán sokat nem. Tehát inkább ilyen figyelmeztetés, hogy ha nincs rajta a bókolat, akkor ne piszkálj bele, meg ne nyúlkálj oda, mert vagy a képcsét nem egészséges, ha megfogod a transformátort. Na, találd meg a fókusz picinyen, nézzük meg, hogy ez a... Na, itt van maga a típusa is, ugye Samsung, a gyártási szám, és itt a... Hát nem sok csatlakozóval van megáldva, de hát... Ugye van egy sima LCA csatlakozó, na, mutatom, látszik itt egyáltalán valami? De tehát mindegy, akkor mondom, hogy van egy LCA, meg egy TV antenna csatlakozója, és gyakorlatilag ennyi az egész, de... Hát ugye az eredeti távirányítója az már nincs meg. Ez egy ilyen, ezzel működik, ez egy ilyen univerzális, vagy hát ilyen betanítható távirányító, de ezzel működik. És majd mindjárt mutatom ezt a részét is, de mindjárt bekapcsoljuk. És ebben ugye... Ott jelzi, hogy 30 program helye van. Ugye 0-tól 29-ig lehet tévéket behangolni. Hát most úgy látom, hogy semmi nincs behangolva, csak az antenna nincs bekötve. Hát ugye digitális adás már nem tudja menni, hát ez egy nagyon régi tévé. De itt a T-Home-on még van analóg. Megnézzük az antennát, lehet, hogy csak kihúztam. Aha, igen, ez kihúzódott az antenna csatlakozó, mindjárt visszadugom. Igen. Na. Szóval a román tévét lehet még fogni. Ez bejön kábelen. Telópára még szépített, de az egyenlítés már nem jött össze. Utána ismét folytatjuk, szóval... Na, te. Ja, ez a... Ezzel a csatornát, ezzel meg hangerét váltani. Hát, ennyi, hát... Sok nincs behangolva itt a román. Mert ugye most már itt a Telekomnál csak pár adás jön kábelen, igazából csak közszolgálati szerintem. De ha már itt tartunk, akkor megmutatom azt is, hogy keresünk egyet, ami nincs semmi, mondjuk a 11-est. És akkor keresni azt így lehetett vele, hogyha csatornát beállítani, hogy ezt mondom, és akkor valamelyik irányba elindul a sávon. Hát most már csak az elején fog találni adatot. Egyébként ez a teljes beállítási felület az ennyi. Ja, meg egyébként igen, ez a másik. És akkor a bekapcsoló gombja az itt lenne, csak az már régebb óta tönkrement, tehát csak távirányítóval lehet bekapcsolni. Ezekkel még ugye a csatornát lefele, fölfele, ezzel meg a hangot lehet állítani, és gondolkodok ennyi, amit nem... Ezek még a régi tévék, ezek ilyenek voltak, hogy akkor mindent meg tudtál csinálni távirányító nélkül is. Újabbaknál ez már nem így van, hanem sokszor csatornát hangol, mindent is ott távirányítóval lehet. Hát ugye ez a hangyák háborúja, amikor nincs adás. Na, most a villog az azt jelenti, hogy ugye megy végig a sávon, csak szerintem most fölment a felső sávba, és most már itt kábelem, mert már csak az alsóban adás, de igen, és akkor na, most már talált valamit. És de én megpróbáltam azt, hogyha van itt való még egy hagyományos tévé antenna. Volt nekem még ilyenem is, nem tudom, hogy hol tettem. Hogy... De nem fog már szépen semmibe fogni, mert Romániában sincs analóg adás. Na, és akkor ez majd megtalálta. Akkor megyünk tovább, megint megnyomtam, akkor... Most zúz tovább. És hamarosan megint fog valami adást találni. Hát nagyon sok nincs már, mert a kellett a hely a digitálisoknak, itt az analógot azt gyakorlatilag teljesen kivezették. Aha, és akkor most megtalálta az M4-et. Vagy lehet kézzel is hangolni, amikor ugye ezt nyomod, és folyamatosan nyomva tartod, akkor ugye magától állítgatja a frekvenciát, tehát látszik, hogy most ugye nyomom, és akkor egyszer csak eltűnik az adás. Tehát egyre pontatlanabb lesz, és egyszer csak ugye amikor már arrébb megyek el, akkor teljesen meg is szűnik. Hát ugye, sima mono tévé, itt van a hangszórója.
Ami még érdekes volt ezen a tévén sokáig, hogy itt ebben a sarkában van egy mágnes volt. Nem olyan látszik most már, mert egyébként is elég tűnik a színe ide. Ott volt egy mágnes volt, mert egyszer egy patkó mágnes sikeresen ott hagytam mellette egy fél napig, és hát ennek maradandó nyomai voltak. Hát itt lehet még azt, hogy színtelítettséget melyeket állítani, meg kontrasztot. Igen, hát most így megint most sikerült elbaszni, mindegy. Ez meg egy ilyen tekerős gomb, ezzel meg a fényerőt lehet leföl. Hát ez nem tudom micsoda. Ja, ezért aki képszinkront lehet vele állítani. De hát ez is csak annyi, hogy az analóg tévéadásnál ennek meg még volt jelentősége néha, hogy hát most nem tudom már visszaállítani se, na azért. És akkor itt van egy on-off, amivel meg kivel lehet kapcsolni. Ugye ez leválasztja a hálózat és ennyi, és akkor ugye ezek a gombok, hát elvileg ezek még, hát ez nem működik. Látszik, viszont a lefele váltó az előbb, hát az még néha működik. Még a hangerő. Na. Hát ezek is, hol érintkeznek már, hol nem, hát jó régi tévé ez már, de még működik. Úgyhogy mi? De akkor inkább a távirányítóval lehet még a hangot is állítani. Kicsit levesszük. És akkor itt lehet látni, hogy képe még egész jó, és akkor talán ott még látszik a mágnes folt is. Hát, keresünk valami olyat, aminek egyszerűbb a háttere. Hát nem. Hát ugye, na most végig csattogtatom még itt a... Összesen 30 program helye volt. Ami akkoriban, amikor még csak egyes volt, meg kettes, az bőven elég is volt, mert... Ugye nagyon sokáig itt nem volt kábel tévé, meg semmi, tehát ezt tudtuk nézni az egyes, a kettes, meg a csapat tévét. És ez még ilyen autóhangoló sem volt, hogy végig szalad a frekvenciákon, aztán meg egymás után eltárolgat a dolgokat. Hát jó, akkor ez most ennyi, ez a kis tévé bemutató videó. Mondhatom még, hát igen, ez még egy ilyen régi kétcsöves fajta, hát most a LC a csatlakozóban most nincs semmi, de mondjuk egy videót, hogy valamit rá lehetett így kötni. Arra jó volt. Hát ennyi, és akkor ugye ennyi. Van neki vezeték, de van dugva a konnektorba is. De az érdekessége, ugye, hogy még működik. 1988-as tévé, hát az már így 29 éves. Ugye? Jó szám, annyi. És még megy. Tehát, hogyha rákötnénk egy set-top boxot, még a digitális adásokat is simán lehet rajta nézni. Egyébként Commodore 64 is nagyon sokáig ment rajta. Hát akkor ez ennyi lett volna, köszöntem, hogy végignéztétek. Iratkozzatok fel, lájkoljátok, ha tetszett, ha nem tetszett, diszlájkoljátok. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. Sziasztok! És egy ráadás videó lesz, mert megtaláltam ezt a régi TV antennát. Leállítsuk csak be, és akkor... De mondtam, hogy akkor próbáljuk ki, hogy hát ha valamit még be fog fogni. Ma azon lepődik meg a legjobban, ha sikerülne, mert ugye úgy tudom, hogy ma Romániában sincsenek analóg adások. Mert ezzel még be tudtam fogni, amikor még volt 2015 előtt a Román 2-es meg a Román 1-est is. De hoppá, de ott viszont vesz valamit. Viszont ugye, hogyha valami olyan terjedés van, akkor lehet, hogy valami adás mi be lehet vele fogni. Próbáljuk meg, nem most elindítottam a keresést. Hát kíváncsi vagyok, hogy talál-e valamit. Én lepődik meg a legjobban, ha találna. Mert amikor még sugározták, hogy analógon a Román 1-et, meg a Román 2-t, a VHF, meg UHF adásokon, akkor ezzel még be lehetett fogni. Mert elég brutál teljesítményű adótudomány volt tolták annó. Viszont 2015 júniusa óta már nincsen Romániában, illetve 2016 végén még a VHF 1-en sugározták a Román 1-et, de már az sincs. Tommal. Na, van pedig valami talált. Ja, vannak ilyen hullámvadászok, azt hiszem, nem is tudom pontosan mi a pontos nevük, amik ugye azt csinálják, hogy ilyen hatalmas a teljesítmény antennákkal így próbálgatják így kézi hangolással befogni minél távolabbról az adásokat. És ugye pont olyan a terjedés, akkor akár mert Nagy-Britanniából, vagy Oroszországból is be lehet még fogni analóg adásokat. Igen.
És még most a digitálisokat is. De pont láttam egy ilyen videót a YouTube-on, most tudom mikor, hogy ilyen szarvason be tudta fogni a Gyöngyösi TV digitális adását, amit alipállattal sugároznak, mert pont úgy olyan volt a terjedés, hogy sikerült neki. Most, hát jó, akkor mutassuk be magát ezt az antennát is, mert túl sok magnetív valami is benne, tehát ez maga a... Hoppá! Tudod, van valami. Ne nézd már, valamit befogtunk. Hát, csak látnám a logót, hogy ez mi. Hasonlít a román egyedülnek a logójára. Az a, igen, ez a tévé, ez olyan, hogy ezt nem írja ki, hogy milyen frekvencián találta meg. Hogy VHF, beszéltem, az a VHF 1-es adás lehet. Lehet, hogy egy VHF adót most visszakapcsoltak valamiért. De ez a román egy. Most látszik, ez a román egy. Na csak. És hát ezzel a kis fostal is antennával fogta be. Most lehet, hogy olyan a terjedés, hogy be lehet, de ez kurva jó. Na majd valakit megkérdezek, egy ilyen hozzáértőt. Valamelyik fórumban, hogy ez hogy lehet, mert itt ennyi, hogy elvileg ez a része az antennának, ami ugye a tévéadásokat tudja venni, az UHF-et, minden ez a bot antenna, meg a rádióadásokat, vagy VHF adásokra jó. Sokszínűleg ezzel lehet az égen javítani a minőséget, hogy megfogtad az antenna végét, mert ugye maga az ember is lehet antenna ilyenkor, vagy hogyha hozzá zótoztál még valami fémetárgyat. Hát amikor még analógó jött a tévéadás, mert itt hozzánk legközelebb, hogy békésen a Szentesi adó volt, mindig azt arról vettük az adást, akkor ha nem volt antenna, akkor sokszor még egy ilyen darab dróttal is valamennyi, hát körülbelül ilyen minőségben lehetett az adást nézni, mint ahogy most jön. Tehát emlékszem olyan, amíg azt hiszem 98-99-ben volt, amikor belecsapott a villám a tévé antennába itt a háztetőn, akkor még volt, most hiába mutatnám, mert már nincsen. És ilyen szétégette itt a vezetékeket, meg mindent, akkor egy darabig nem volt antennánk. Hát meg az antenna is tönkre, mert nem köszöntem meg azt a pár szor ezer voltot meg ampert, amit a villám úgy belenyomott, ugye? És... Hát és hát akkor ugye sokáig akkor nem jöttek be, tehát volt, amikor az LTS-en sem, hogy nem jöttem, más ugrasztak a leggyengébben, az MTV-1 az valami ilyen minőségben, mint ez, meg a Csiga 2-es is valami ilyen. Csak még annyi, hogy voltak még színek, ahol emlékszem. Meg műholdon bejött a 2-es, meg a tudom melyiként. Akkoriban volt egy ilyen műholdas antennánk, az pont itt volt. Itt volt az ablakomba. Itt volt egy ilyen hatalmas nagy ilyen labor. Az most tudom, mire hívják parabola antennának, hívják azt a nagy kerek alakú vaszkot, amire ilyen kinyújt elő egy ilyen szemét, és azt tartotta a vevőegységet. És le volt vezetve a nappaliban, mert azon a tévén volt a dekóderje, amit az a beletérjegysége. Igazából azt is 97-ben vettük az M2 meg a Duna TV. Hát igazából inkább az M2 miatt, mert akkor adták azt műholdra. Hát ennyit, hát... De lehet, hogy kicsit jobban még ráhangolnék, akkor még jobban is lehetne ezt nézni. De ez így érdekes, hogy ez így bejött. Tehát ezt nem gondoltam volna. Tehát lehet, hogyha még itt kézzel végig zavarnám az adást, akkor még fogna valamit. Én nagyjából azért látszik, amikor picit már megváltozik itt a hangyaháború képe, akkor ott valami van. De a VHF 1-es sávnak egyrészt például a rádiócsatorna. Tehát így lehet, hogy például be tudja fogni a tonai rádiót, és ami innen sugár az egy kilométer a légvonalba. Ami 94,valahány megahertzen van. Szerintem ezzel be lehetne fogni. Hát még jövök egy kicsit a tonai rádiót, egy villanykörtével is lehet hallgatni, tehát az nem... elég nagy teljesítmény a sugárzás, és innen. Hát most éppen, hogyha... Mert most kinézhetnék az ablakot, és megmutathatnám, csak szerintem ott a napkollektor eltakarja. De egyébként még látszana is a tonai, ahonnan sugárzik. Ja, sugárzik, jó. Oké, beszélni helyesen magyartot. Hát ennyi ugye. Végig szaladta. Tehát már végig szaladt a sávon egyszer-kétszer. Valami ott is volt.
valamit hangba befogott. Igen, itt ennyi baj ezzel csak az a tévével, hogy nem látszik, hogy éppen hol tart. Mert volt egy ilyen régebbi, hát már még ennek az utódja, az a tévé az már rég megdöglött, de azon például lehetett külön váltani a sávokat. Azt hiszem, de most ért körbe. Ez már ugyanaz. És még azt megnézhetjük, hogyha itt esetleg van, na igen, tehát most ez... Ez van egy kis beépített erősítője, tehát most ezt tekergetem. De ha teljesen lekapcsolom, akkor már nem jön semmi, viszont... Igen, itt... Indul antenna, igen, hát ez az, tulajdonképpen. Ezt eltekerem maximumra, akkor jön. Nem tudom, hogyha itt tárítgatok rajta, akkor az javít-e valamit a vételem, mert szerintem nem. Na, most egész jó a vétel. Éppen csak színek nincsenek. És mozgatom az antennát ide-oda, és akkor... Hát na, ugye ez az, ami a digitális tévéadással már megszűnt. Opa, na most megjöttek a színek is. Na. De van, hogy egy kicsit arrébb megyek, vagy kicsit erre, kicsit arra, az így befolyásolja itt ilyenkor a vétel sokszor. Tehát a színes tévé, vagy a digitális tévéadásban már ugye ez az, ami megszűnt, mert ott ugye bizonyos szint alatt jön a két rövidesen, helyet tudja állítani. Tehát mondjuk ilyen minőségű vételnél, mint ez, már lehet, hogy egyáltalán nem lenne kép, mert ez... Mint analóg adás lenne, ugye gyengül, legyen, akkor még eltűnnek a színek, egyre több lesz az ilyen, már rajta, szellemkép jön, és elmegy a szín, szabad lesz a hang, stb. De még így is, még a jó szal minőségben is, meg hogy az előbb még színek sem voltak, de legalább tudtad nézni. Digitálisnál meg, hogy romlik a jel, egy darabig semmi. Aztán, amikor már határon van, akkor elkezd akadozni, ez meg ilyen blokkosod, de a kép után meg abszolút eltűnik, és kijön, nincs jel. Ennyi. De ez így egész szépen bejön most. De hát aztán nagyon érdekes lenne ezt megtudni, hogy ez milyen. Még, hogy melyik adó sugározza, és milyen frekvencián, csak ugye ez pont olyan tévé, amire ez nem írja ki. Tehát még maga az antenna, hát az még ez túl sok nézővaló nincsen, de hát nézzük, hogy Homa márkájú. Szóval antenna, és sokat, hogyha beállok elé, akkor ugye megtalálkozva eltűnt a szín, meg az, hogyha mozgatod össze-vissza, akkor is romlik, javul. Ilyen digitális antennáknál már nem nagyon van azt nem nagyon befolyásolja egyébként. Ez is hülyeség, hogy digitális antenna, csak így rágidogatták sokszor, hogy ugyanilyen antennák, mint akár lesz itt, vagy másik, vagy DVB-T, meg digitális adásokra készült. Ami egyébként hülyeség van az antennát, mert az abszolút nem érdekli, milyen jelet vesz. Az a lényeg, hogy a vevőegységet tudja dekódolni. Tehát ez is lehet digitális tévézésre használni ezt az antennát. Ki is próbáltuk, és működik vele. Csak arrafele kell forgatni, hogy aztán itt legközelebb békésebben van. Olyan adó, ami digitálisan ad. Na jó, hát szerintem mindent megmutattam. De ez így... Ez azért még külön érdekes lesz így, hogy ez meg így, hogy... Ezt lehet nézni, még mindig a román adást. Pedig én tudtam, már analóg adás ott sincs. De ezek szerint mégis van még valami tudománynál. Igen, mert azért a digitális átadás nem menti a simán Romániában, mint nálunk, hát tudom, hogy... Nálunk egész jól átpörögtek, és tényleg ezért maximálisan, de egész Európában, de nálunk volt az a legtöbb egészség, hogy mindenhol kivittek egy set-top boxot, ugye házhoz jöttek föl és szerelték, stb., hogy tovább is tudja az ember tévézni. Romániában maximum annyi volt, hogy megmondták, hogy hol lehet megvenni, adtak rá támogatást, hogy lesz-e itt van ezzel, besétálsz a boltba, és adtak neked egyet. Meg nem ment az mit nálunk fél évig, hogy ment a tájékoztatás minden irányba, hogy óránként bemondta a tévé, rádióban minden, hogy analóg adásnak vége, váltsál digitális, stb. Ott egyszer csak megszűnt az analóg adás, aztán lesz-e. Na jó, hát akkor ennyi. Szerintem mindent, amit tudtam, megmutattam. Szóval, és még mindig jön. És egész jó menni, ha még a színek is visszajönnek. Azért ez nem semmi, és sima ilyen
500 forintos ki kínai szabantennával, hogy bejön. Úgyhogy, na jó, hát akkor ez ennyi volt. Ez egy kis bónusz érdekesség így a végére, majd mindjárt feltöltöm a videókat, és akkor ti is látjátok. Na jó, sziasztok!